We come out when the world's at rest. It's all good as we lay down on the grass. Me and my friends, we celebrate the time of our lives. Dávidot 5 évvel ezelőtt ismertem meg. Az akkori volt lakótársamnak volt ő a csoporttársa. Kérdezte, hogy elhozhatja egyik barátnőjét, hát mondtuk neki, hogy persze, egy korábbi lakótársaimmal, és akkor így találkoztunk először Helgával, ott mi lakásunkban. Áprilisban találtunk egymásra, és ezt követően egyre több időt töltöttünk együtt, sülve-főve együtt voltunk utána. Hát elkezdtünk többet beszélgetni, találkozgatni, és így indult az egész. Jegyzés az két fázisban történt. Először Németországban tavaly megbeszéltük, hogy akkor szeretnénk, vagy együtt képzeljük el a jövőnket. Leszerveztük így a tudta nélkül, hogy elmegyünk étterembe kettesben, és addigra oda került egy csokor virág is, és akkor kikértük az ebédet, és akkor szóba hoztam neki, hogy nekem ilyen terveim vannak. Akkor úgy nagyon meglepődött. Viszont azt tudtam, hogy ő úgy szeretné, hogyha az édesapjától kérem meg a kezét, úgyhogy pont augusztus 8-án elmentem hozzájuk kiöltözve szépen virágcsokorra a gyűrűvel, és ott kértem meg a kezét így náluk. Mindenképpen szeretnénk gyerekeket. A gyerekek számában még eltér a véleményünk, Dávid 2 gyereket, én pedig 3-at szeretnék. Terveink azok ilyen hosszabb távon, hogy mind a ketten lehetőleg valami szép helyen éljünk, így együtt. Kis nyugodt helyen, ott dolgozhassunk, azt csináljuk, amit szeretnénk. Addigra már szeretnénk gyerekeket. Aztán amellett meglátjuk, hát szeretnénk utazgatni, világot látni, kicsit élni együtt. Tehát mindenképpen szeretnénk a továbbiakban is ugyanilyen boldogok lenni. Szeretnénk egy nagy családot, illetve az anyagi helyzet az nem is számít tulajdonképpen. Tehát a fő az, hogy mindig együtt legyünk. Tehát hogyha problémák vannak, akkor is minket ez ne széthúzzon, hanem inkább összekovácsoljon. It's new day.